veszélyes bőrök, vadásznak, minden férfiak. Veszélyben vannak a fiaink, a férfiak. Az Úr legyen irgalmas, mi hozzá! Nem csupán a tett, lehet bűnös a mulasztás is. Az, hogy nem veszünk tudomást az otthonainkban, a magunk elzárt, sebezhetetlennek itt otthonunkban erjedő gonoszságról. Nem szabad tűrnünk, nem szabad magyaráznunk, a gyökerét kell keresni ebből a világból, ebből az őrült, tébolyodott világból beáramló szennek! Imádkozzatok, hát! Imádkozzatok! És acélos hittel szálljatok harcba a gonosz ellen! És vasárnap gyertek el a templomba! És Féniszét, amint szobjai közé érzi úgy, hogy az lehetőleg érintezze a nő nemi szervét. Boldog ember az, kinek az Úr nem tulajdonítja az ő hamisságát, kinek lelkében nincsen hamisság. Szeretlek. Én még mindig szeretlek. Ez úgy hangzott, mint valami fenyegetés.